Egy újabb sikerdarab készülőben a Thália Színházba. A próba folyamatra hogy emlékszel vissza? Egy nagyon jó hangulatú próba folyamat volt, és még mindig tart. Hát a darab is adott volt, tehát nagyon vicces helyzetek vannak a darabban, és mindez mondjuk nem jelenti az, hogy ne lenne egy rossz próbaidőszak egy ilyen darabnak, de a Kelemen Józsi a rendező nagyon alapos volt, és nagyon annyira odafigyel a színészekre, és olyan türelemmel bánik velünk, hogy lenyűgöző, mondtam is neki, hogy végtelen a türelme, mert amikor az ember már ugye, vagy ötször kér már valamit, és még hatodjára mindig kéri, és nem számon kéri, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog részéről, és egy idő után az ember zavarba jön, és próbál megfelelni, vagy nem is megfelelni, hanem összeszedni magát, hogy na, most már akkor rajta csináljuk azt, amit kér. Vagy... A francia szerző egyik művével már nagy sikert arattál, ezért gondolom nagyon-nagyon vártad ezt a mostani darabot is. Igen, a Esküvőtől váló pedig volt az első Fedó darab, amivel én találkoztam így a pályámon, és ez egy nagyon, nagyon jól sikerült előadás lett, de az sem egy játszott darabja a Fedónak, illetve az öt kis egy felvonásosból írta össze a Hanvai Kornél egy darabnak. Én azt nagyon szerettem játszani, a Csányi Sanyival játszottunk egy házaspárt benne. Remélem ezt is ugyanúgy fogom szeretni.